Az akkor meglepetés volt. 16. perc, jó 30 méterről végezhetett szabadrúgást a Vasas. Négyen a labda körül. Simon, Vince, Otto, ők ketten a legközelebb a labdához. Vince pöszköli le, Jován elakad, de még jó lett földesnek, és éppen hogy csak elcsusszan a kapufa tövénél a labda. Galasek. Keveset mozognak a játékosok. Tímár. Aztán megint csak Galasek. És eladja. Fehér Csaba lódulhat. Fehér ott megy mellette. Vidóci. És Vidóci bepasszolja. 32. percben eladták a Vasas védők a labdát. Fehér lódult meg, legurított a Vidócinak, aki Sáfár mellett elgurítva hosszú sarokba talált. 1-0-ra vezet a Nagy Kanizsa. Nagy labda Farkasnak. Sáfár bent ragadt. Ott a helyzet, és Sáfár védi Vidóci lövését. A Tímár. Simon, nagy helyzet, Csáki érezte meg, hogy ki kell jönni. Fehér Csaba, jó sprinter, Vidóci ügyesen emelt át Sáfár fölött, és Juhár mentett végül. Csáki végezte a kirúgást a második félidő 15. percében. Fehér Csabáig jut. Ügyes cselek, Fehér. Nagy labda, Fuisz, gól helyzet. És mit tudott kihagyni Fehér? Fehér, most mehet Svélec. Nagy labda, Fehér Csaba a 16-oson belül. Fehér Csabát remekül ugratták ki, és Fuisz teljesen tisztán zavartan az ötösről belőtte a Kanizsa második gólját. A Mónos, Vince akár rá is szúrhatná. Nagy labda Szenesnek, és felső kapufát találja el a Szenes, abszolút zicserben. Máriási, Simon, lövő helyzet, nem lő, így kerül földes elé, és 11-est adott Stammler. Simon beívelt a 16-oson belőre, ott földes, és Farkas rajtolt a labdáért, összeakadt a lábuk, Stammler pedig 11-est ítélt. Galasek fut a büntetőnek, és belövi. Galasek biztosan értékesítette a büntetőt. A 42. percben járunk. Vidóci tette vissza, Svélec jól húzza meg. Középen Farkas és Kajdi is, Svélec még mindig. Nagy labda, nagy lövés,